Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Hát kijött a Star Wars-nak, a Fallen Order-nek a gameplay demoja, a teljes, az a nem látott rész is kijött, és most ezt fogjuk összefoglalni. Jöjjön a második rész, hogy mit láthattunk, és hát elnézést kell kérek tőletek, sejtettem, hogy azért az előző Star Wars Fallen Order videó nem lesz teljes mértékben népszerű, viszont nem is az volt a célom vele, hogy direkt lehúzzak valami olyan játékot, amiről még nincs teljes képünk. Az volt a célom vele, hogy rávilágítsak egyes dolgokra, amelyekről úgy éreztem, hogy nincsenek a helyén, nem beszélve arról, hogy ez Star Wars univerzumban, és egy-két gameplay megoldásra szerettem volna rávilágítani, amiről úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb megoldás, tekintve azt, hogy a Star Wars univerzumban mozgolódunk. Na de most kijött ez az új rész, és ez az új demo, amit még nem láthattunk, és erről is szeretnék beszélni nektek egy kicsit. Na most, ha nagyon nem szeretted a kritikámat az előző videónál, akkor jobb, hogyha most kikapcsolod ezt a videót, és nem is nézed meg. A másik pedig úgy látszik, hogy nem voltam egyedül az érzéseimmel. Azzal a gameplay demóval kapcsolatban, amit az E3-ban láttunk, nem voltam egyedül, több videós is úgy állt hozzá ahhoz a gameplay demóhoz, hogy nem igazán volt lenyűgöző, és választhattak volna jobbat is, vagy mutathattak volna többet is, esetleg megmutathatták volna a skillfát, de nekem van egy olyan érzésem, hogy egy adott ponton megmutatják a skillfát. Ugye az előző videóban nekem az volt a legnagyobb kifogásom, hogy gyakorlatilag liánokon kell ugrálni, falon kell futni, ami a Star Wars univerzumhoz, úgy gondolom, hogy ez nem egy hű dolog, annak ellenére is, hogy az illető egy padawan. Egy padawanoknak az első dolga megtanulni nagyot ugrani. Szerintem ezt az egy apró kis funkciót igazán belerakhatták volna, és tudom, hogy azért van benne, hogy kihúzza a gameplayt, illetve hogy valami tennivalód legyen a gameplaybe, de ha csak visszagondolunk a Force Unleashed-re, ott azért nem mondhatni, hogy a gameplay unalmas volt, és nem kellett nagyon falon ugrálni és kiliánozni, szóval értitek, amire gondolok. És hát ja, Padawan ide vagy oda, a Star Wars univerzumot egy kicsit hűbben kellett volna követni, talán ebből a szempontból, és nem egy ilyen Tomb Raider-esre, illetve Uncharted félére nagyon kihozni, de elismerem, ettől függetlenül még lehet, hogy kapunk egy jó történetet, de vannak ilyen cheesy megoldások a játékban, esetleg megpróbálják kihúzni a játékidőt, de ezzel csak unalmassá teszik. És íme itt van nekünk az a rész, amit nem láthattunk ebből az egészből, és szeretnék erről is egy kis rávilágítást adni a dolgokra, és remélem, hogy hát nem értitek félre, megint csak nem lehúzom a játékot, de viszont annyi biztos, hogy annyi realizmus legyen meg bennem egyrészt, hogy lássam ennek a játéknak a valóságát, és ne az motiváljon engem, hogy mennyire szeretem a Star Wars-t, és hogy mennyire hype-olnék egy Star Wars játékot, mert nagyon-nagyon csúnyán ráfáztam a Battlefront és a Battlefront 2-vel ebből a szempontból, és a tekintve azt, hogy az új filmek sem teljesen nyélbe ütötték a dolgokat, tekintve egy kicsit így félek a Star Wars-tól. Szeretném, hogy ez a játék jó legyen, még lehet, hogy jó lesz, viszont nem feltétlenül egyezem ki a megoldásokkal, amit választottak ebbe a játékba, mert egy kicsit olcsónak érzem őket. Úgyhogy most beszélgessünk egy kicsit erről is. Szóval lássuk, hogy mi is van ebben a másik részben. Kicsit beletekerünk.
És hát ki is írták amúgy gyorsan, hogy az elején, hogy alfa footage, gondolom a víz azért néz ki így, de nem fogok belekötni a vízbe. Azt mondtam is az előző videóban, hogy a környezet maga kurva jól néz ki. Itt, amikor megláttam a két AT-AT-t, már kezdtem így behájkolni magam. Anyád, látvány, oké, okay, megvan, korrekt, korrekt a dolog. Hogy miért van minden ilyen nagyon ködbe, gondolom a bolygónak a sajátossága, hogy erre rá lehet fogni. Ha nem raktak volna bármit ködbe, akkor láthatnánk egy ilyen epic lézer csatát. Hogy őszinte legyek, ami nem lenne ugye egy látvány szempontjából nem rossz, de az a megoldás, hogy egyet robbantott egy űrhajó, frankon nézett ki, le a kalappal, de egy nagy ilyen csatát is csináltuk volna, ha már itt röpködnek a különböző csapatszállítók, láthattuk volna azt esetleg, hogy vissza is lő az ellenállás, tudom, hogy egy kis ellenállással van szó, szólnak a vezetésével, és inkább pusztításra kerül a sor, de egy kicsit több lézercsata esetleg megoldható lett volna. És itt ugye jön a mászkálás, valahol érthető, nem várhatunk el, hogy a Jedik megugorjanak mindent, ugyebár. Amire itt ki szeretném hívni, fel szeretném hívni a figyelmet gameplay szempontjából, az egyszerű megoldás, hogy egyszerűtlen megoldás, hogy az egész AT-AT-t körbe kell mássza a gyerek, körbe kell mássza, tehát itt már körbe vagyunk mászva. Miért kell az egész AT-AT-t körbe mászni? Tehát én értem, hogy ki kell húzni a gameplay anyagot és megmutatjuk körbe az egész AT-AT-t, de az ilyen fölösleges mechanikák, amelyek unalmassá tudnak tenni egy játékot. Meg azt az érzetet is elveszik tőlünk, hogy kilőjük azt a valamit. Beszállunk az AT-AT-be, egy kis spoiler alert, látjátok ott a kis speed bike-ot. Majdnem biztos, hogy lesz részünk annak a használatában. Akkor a cheesiness az egész dologban, az itt következik. Nem ez a rész, itt fogjuk, legyőzzük a katonákat. Az előző videóban is mondtam, hogy a harc korrekt. Valószínűleg, hogyha a skill pontokat elosztjuk, megesetleg korrektebb lesz. Meglátjuk, nekem még mindig egy kicsit ilyen túl robosztikus, nem olyan, hogy is mondjam, leegyszerűsített, úgy értem egy ilyen folyamatos harcot sikerült elérniük, de ez a valahol Dark Souls-os megoldással szerintem rendben van, meglátjuk a későbbiekben, hogy mennyire lesz végül is rendben. És így a ilyen viccesebb megoldás, és tudom, hogy sokan azt fogjátok kérni a videó alá, hogy az erőt használta, és úgy tudta ezt megcsinálni. De ezt most figyeljétek meg, tehát ez így... És ettől beájultak. És utána egy ilyen vicces szöveggel oda nyomják, hogy jé, hát ez működött. Ez működött, értitek? Tehát ez így, what? Szóval van ott két katona, és egy ilyen nagyon röhelyes megoldással oldották meg, hogy ki legyenek iktatva. És ezek a röhelyes megoldások azok, amik elkedvetlenítik az embert a játéktól. Na most utána az élvezet következik, ugye belépsz AT-AT-be, azt a kurva, bim-bim-bim, nagy lövöldözés, és ez a rész tulajdonképpen egy ilyen nagyon nagy kacsalövöldés szimuláció, na most szét fogtok szedni, de igen, ez egy kacsalövölde, amit itt ide csinálta. És állítom, hogy nem te irányítod itt az AT-AT-t, és a semmi más dolgod nincs, csak elsődleges, másodlagos tűzerővel lőni, és ez a félig megscriptelt eventeket végignézni. Tehát ez a rész, ahol kivették a kezedből az irányítást, és neked csak annyi dolgod van, hogy klikkelges majd az egérrel, vagy a kontrollerrel, és lője. És itt, ennél a jelenetnél megáll az egész, és semmi más nem kell csinálnod, csak lőnöd. Nem irányíthatod az AT-AT-t,
itt, nem mehetsz oda, hogy mondjuk előbb kiszedjél egy pontot, és utána menj át a másikra, nem tervezhetsz meg egy taktikát. Választottak volna egy olyan megoldás, és egy fölülnézetből egy ilyen kis RTS megoldást választhattak volna. De nem, helyette egy ilyen kacsalövéldét választottak, és ott egy nagy űrhajó, és ez most egy olyan percen keresztül lőni kell, az meg egy percen keresztül vissza fog lőni rád. És most biztosan megint szét fogjátok ezt szedni ezt a videót, és biztos, hogy még kitaláltok rá ilyen fantasztikus megoldásokat, mint hogy Padawan az illető, mint ahogy az előző videóban csináltátok meg, hogy miért nem lehet egy AT-AT-vel azt csinálni, amit szeretnénk egy játékban. Biztos, hogy benne lesz egy tudományos magyarázatotok erre. Az egyetlen dolog, amivel nem számoltam az előző videónál, az az, hogy találtok rá tudományos magyarázatot a dolgokra, hogy miért úgy történnek, de ezt tudnotok kell, hogy ez a tudományos magyarázat, amit találtok a dolgokra, mint például, hogy ez az illető itt egy Padawan és nem egy Jedi, az szimplán azért van, mert a fantáziátok találja ki. Kifogást találtok arra, hogy miért úgy oldották meg a gémet, ahogy megoldották. De azt nem tudjuk, hogy mi van a készítők fejében, és hogy miért oldották meg úgy, ahogy megoldották a dolgokat. Te el szeretnéd hinni, hogy azért lóg liánokon, mert hogy Padawan. De valójában lehet, hogy amikor Jedi lesz belőle, akkor is liánokon fog lógni, mert ez lesz a gameplay. És számomra ez elsőre így néz ki, és lehet, hogy egy cheesy gameplay lesz. Aztán persze megjelenik a játék, és lehet, hogy egy ilyen hatalmas bocsánat kérő videó lesz ebből az egészből, és sajnálom, ez lesz a legjobb Star Wars játék, amit valaha játszottam. Kívánom, hogy így legyen, és hogy minden szavamat visszafogjam, amit ebben a kép videóban mondom. Na. Továbbiakban ugye megismerkedhetünk néhány új karakterrel. Úgy érzem, hogy a karakter fejlődés és a karakterek, amelyek benne lesznek, megeshet, hogy némelyiknek lesz egész jó személyisége. Egyelőre a Padawanunknak a személyiségétől nem vagyok lenyűgözve, azon kívül, hogy kedves, de hasonlom estem, de nem tudunk semmit. Ugye, a háttérről, a múltjáról, stb. Reméljük, hogy ez kiderül a játékba. Ami szót illeti, őróla, ugye, ha láttad a filmet, láttad a Rogue One-t, Zsiván 1-est, akkor több mindent tudsz róla, és így meg tudod ítélni a személyiségét, nekem azon semmi bajom nem volt. Beletekerünk itt konverzáció hegyén hátán, körbenézhetünk az űrhajóban, tudjuk, hogy be lehet menni, és valamit ott lehet csinálni. Tovább tekerünk, ugyebár kicsit jobban, többet megtudhatok a karakterek. Ilyen fölösleges ilyen beszélgetés ebből a szempontból, de lehet hozzájárul a karakterek hátteréhez ebből a szempontból. Na és megint elérkeztünk egy ilyen falfutásos részhez, most már ezt nem fogom külön kiemelni, hogy miért kell falfutni. És látjátok ezt az árkot? Itt. Ez igazán nem nagy árok. Jegyezzétek meg. Na, tovább megyünk a dolgokkal, levágjuk ezeket kábellel, oké, ez rendben van, semmi nagyon extra. Kicsit vissza, és látjátok, ott egy workbench, úgy nevezik ezt a dolgot itt, hogy workbench, és oda megy, oda menne, de előtte le kell győzni ezt a pókot, és ennél a harcnál is megfigyeltem valamit. Tehát megint csak azt kell mondjam, hogy nem a harc rendszerrel, amit választottak, van baj. Érted? Tehát az előző videóban is mondta, hogy korrekt ez a dolog, hanem ezzel a robot-szerű mozgással, ami nincs finom hangol, olyan érzésem, hogy nincs finom hangolva a harc, de tekintve, hogy ezt a Darkseid-féle harcot választották, tekintve azt, gondolom elfogadható. Ez megint csak meglátjuk. Szóval legyőzzük a pókot, és oda megyünk ez a workbenchhez, és megszereljük azt a valamit. De nem az, hogy látunk egy skill-el osztást, egy skillpontot, nem. Csak megszereljük, és kiírja nekünk majd a képernyőre, hogy droid overcharge meg van szerezve. Na most ez a droid overcharge arra lesz jó, hogy különböző gépekenek az irányítását meg tudja venni, és mondja is itt a fő karakter, hogy próbáljuk ki. Na most
tudom, abba fogtok belekötni, hogy miért nem a... Tehát én azt mondom, hogy miért nem mászik fel a túloldalon. A droid overcharge működni fog. A droidot használja, lecsúszson egy... droidot használja, lecsúszson azon a valamin, amit a droid irányított. Igen, tudom, azt fogjátok mondani, hogy viszont azt mondta a főszereplő, hogy próbáljuk ki, és hát ki kellett próbálni. De ahhoz nem volt rá szükség, hogy még le is csúszunk azon a kábelen. Értitek, amit mondok, és azért szereztük meg ezt a skill pontot, mert a droidunk ezt nagyon-nagyon gyakran fogja használni, több mint valószínű. Azért nem volt rá lehetőség, hogy elosszuk a skill pontot a droidon, mert ez egy olyan feature lesz, amit állandóan fogunk használni. Több mint valószínű. Tehát a droidunk segítség, és itt van megint csak mondom, ez az árok, amit a padawanunk nem képes átugrani. Tehát azt a megoldást választották neki, hogy nem képes átugrani. Igen, lehet, hogy a jövőben át fog tudni ugrani valami ilyesmin. Én kétlem, mert akkor elvész a gameplay. Nekem van egy érzésem, hogy a készítők úgy döntenének, hogy elvész az a gameplay, és meggyorsítja a gameplayt. És kelleni fognak az ilyen kis időhúzó mechanizmusok, amivel a gameplayt le kell lassítani, és azért választották ezeket a megoldásokat. És tekintve, hogy mennyi ilyen játékot játszottunk az elmúlt időben, úgy gondolom, hogy ez nem a legmegfelelőbb megoldás volt arra. De ez mindenkinek saját döntése, ez az én döntésem. Ne hagyd magad befolyásolva az én döntésem által. Tehát ne hagyd magad befolyásolva, hogy én mondjam meg neked, hogy ez tetszik-e, te nem fog-e tetszeni, stb. Szóval, így állunk. Jelen pillanatban ezt gondolom a játékról. Ettől függetlenül megjelenéskor, nem előrendelem, megjelenéskor valószínűleg megveszem, végigjátszom, és utána fogok csinálni egy ilyen értékelő videót, mert és reflektálok vissza erre a kettő videóra, amit itt csináltam, és hogy mennyire volt igazam, vagy nem volt igazam. És hogyha sokan azt hiszik, hogy nem merem beismerni, nem volt igazam, de bemerem ismerni, nem volt igazam, és remélhetőleg nem volt igazam, remélhetőleg, hogy ez kiváló játék lesz. A többi gameplay, amit itt láthatok, azt már láthattátok az E3-on, illetve a kritika videómon, úgyhogy azt nem fogjuk most végig kommentelni megint csak. Hát köszönöm a figyelmet, hát várom a véleményeket, biztos vagyok benne, hogy szét fogjátok szedni, már megint. Biztos vagyok benne, hogy találtok rá magyarázatot, hogy miért van ez így, és miért van az úgy megoldva. Viszont annyit tudok erre mondani, hogy nem tudjuk, hogy a játékkészítők miért olyan megoldásokat választottak, amiket választottak. Nem pedig tudományos oka van, hogy így és úgy, meg hogy padawan, meg hogy ilyen a bolygó, meg hogy nagy a füst, hanem azért, mert a játékkészítők ezt a megoldást választották, azért van az, ami van. Nos, srácok, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sziasztok!